Súlyos bírságot szabhatnak ki a hatóságok azokra, akik nem írtják ki területükön a parlagfüvet. Dr. Albert Kinga allergológus szerint fontos a parlagfű írtása, hiszen egy egyszerű, de kezeletlen allergia és hosszú távú következményekkel, akár asztmával is járhat. 20 ezer leig terjedő bírsággal büntetik azokat, akik nem írtják ki a parlagfüvet a területükön. A parlagfű pollenje bejuthat a földbe, és mivel ellenálló, szárazságtűrő növényről van szó, akár 80 év múlva is gyökeret ereszthet, ezért folyamatosan írtani kell. A környezeti hatások miatt a növény ellenállóbb lett, megnőtt a pollen mennyisége a levegőben, és agresszívebbé vált, mondta el dr. Albert Kinga allergológus. Figyelmeztetett, hogy allergia esetén már a pollenizációs szezon előtt el kell kezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést, amelyek a tüneteket enyhítik. Az allergén specifikus immunoterápiával gyógyulás is elérhető. Ez konkrétan a parlagfűre nézve azért nagyon fontos, mert a betegségnek a természetes lefolyása az asztma kialakulása fele megy, ami azt jelenti, hogy átlagosan a tünetek megjelenésétől 5 éven belül a beteg kezeletlenül, vagy akár gyógyszeres tüneti kezeléssel is asztmássá válhat, tehát asztmás megbetegedés jelenhet meg. Az allergia becslések szerint majdnem minden harmadik embert érint. Romániában 500 ezer parlagfűre allergiás személyt tartanak számon, de a poratkára, penészgombára, egyéb pollenekre és élelmiszerekre allergiások száma is egyre nő. Az aktív populáció 5,5%-a érintett, ez a cukorbetegség előfordulási arányával vetekedik. Szimulációk szerint a század közepére több mint duplájára nőhet Európában a parlagfűre érzékenyek száma. A parlagfűtől a megjelenésétől számítva legkésőbb június 30-áig kell megszabadulni, amivel megelőzhető a pollen terjedése. Ennek elmulasztásáért a magánszemélyek esetében 5, jogi személyek esetében 20 ezer leig terjedő pénzbírságot szabhatnak ki. A területeket először ellenőrzik, majd írásban felszólítják a tulajdonosokat és a területek kezelőit, a bírságot csak ezután szabják ki.